ugye már a Csilla előadásában hallhattunk a viseletekről, a motivumok hasonlóságáról, akkor most azt nézzük meg, hogy vajon a tánccal kapcsolatban milyen pontok lehetnek azok, ahol kapcsolódik a magyar tánc és az indiai táncok. Az Odisszi tánc, amit a legelső műsorszámban már láthattak, az egy klasszikus tánc, és már a Krisztus előtti második századból írásos és tárgyi emlék is van arról, hogy ezt művelték. Templomok falain lévő faragásokból tudjuk, illetve a Nátya Sásztra nevezetű régi védikus irodalomból, ahol többek között leírják a különleges szemmozgásokat is, amiket már a kedves nézők láthattak, illetve egyéb technikákat is, a láb pozícióit többek között. Viszont azt muszáj megemlítenünk, hogy amikor klasszikus táncról beszélünk, ahhoz, hogy valami már tárgyként megjelenjen, tehát például egy templomfaragás, ahhoz az szükséges, hogy már egy több száz éves hagyomány álljon emögött, a tánc mögött, így aztán az Odisszi tánc is népi gyökerekre eredezthethető vissza. A különféle oria néptáncokból átvett elemeknek a művészi fokú kidolgozása valójában ez az Odisszi tánc, amit önök már láthattak. És ezekben a néptáncokban is, ugyanúgy, ahogy az Odisszi táncban, jelen vannak a szemmozdulatok, a nyaknak ez a tipikus indiai módon való mozgatása. Engedjék meg, hogy néhány lépéssel, ilyen népi szambalpuri néptáncból vett lépéssel illusztráljam ezeket a karakteres mozdulatokat. Magyar néptáncról fogok beszélni. A magyar néptánc az ősi időkből származik, ezt is ugyanúgy szertartásokon táncolták, templomokban. Különböző fajtája, stílusa van. A régebbi keletűek a karikázók, a legényesek és a botoló táncok, amit egyedül és körben táncoltak, valamint a páros táncok, a csárdás, vagy a férfi tánc, a verbunk, ezek új keletűek. A magyar néptánc láthatólag főleg férfi tánc, mint ugye egyéni férfi táncok is vannak benne, és ez arra lehet ebből következtetni, hogy harci táncok voltak, amit alakzatába véve körbe táncoltak, erről pedig arra lehet következtetni, hogy a tűz középponti szerepet játszott a magyar néptáncában is, ugye középen helyezkedett el, és ezek pogány szokásokká váltak. Sokszor a maszkot viselőket szájhagyomány útján terjedve, hogy megszállták még a démonok is. És a 12. században ugye a magyar nép, ahogy táncolja a néptáncát, az a lelkesedés és felszabadultság, hát ezt furcsán félreértelmezték, és a 12. században üldözték a magyar néptáncok táncolókat. Ilyenkor kaptak teret Magyarországon a csendesebb, higgadtabb nyugati táncok, majd a 18. és 19. század fordulóján fedezték fel újra azt a magyar néptáncot, amikor a nép elkezdett érdeklődni a saját népszokásai, hagyománya és néptánca és népzenéje után. A magyar néptáncban inkább deréktől lefelé nyilvánulnak meg a lépések, tehát nagyon sok cifra láb lépés van. A törzs, a nyak, a kéz, kéznek nincsen fontos szerepe, inkább csak a tartásban, de deréktől lefelé minél cifrább dolgok vannak, ezt én is be fogom most mutatni egy pár lépésben. Beszélt arról, hogy hol is táncolták a magyar néptáncot.
Ebben a már előbb említett indiai néptáncok nagyon hasonlóak, tehát nyilván ott is különféle népi szokásokhoz kötődött maga a tánc. Majd később tulajdonképpen ez már szintén a Krisztus előtti századokra datálható, hogy mint szakrális tánc és a templomokban is teret kapott. És tulajdonképpen elnézést. Ekkor vált igazából templomi táncá, és ekkor csiszolódott le róla az a népies jelleg, ami nem enged, ugye, ami inkább ilyen durvább kézmozdulatokban fejeződött ki, az később, ahogy az Odisszeiben már láthatták, egészen mesteri kidolgozásra került sor. Ehhez viszont szükség volt egy olyan emberre, aki sokkal jobban tudatában volt annak, hogy mit szeretne kifejezni. Ez Indiában a gurunak a személye, a mester. Így aztán a mester-tanítványi láncolaton keresztül öröklődött tovább a klasszikus táncoknak a hagyománya, ami azt jelentette, hogy aki a tánccal szeretett volna foglalkozni, és ezzel a szakrális tánccal, templomi tánccal, az Odisszeivel, az az egész életét, mint egy apácaként vagy apátként az életét erre a táncnak az oltárára helyezte fel és ajánlotta föl a legfelsőbbnek, és egész életében azon dolgozott, hogy minél kimunkáltabban jeleníthesse meg a táncot. A templomok mellett viszont úgynevezett gurukulóban, tehát bentlakásos iskolákban is foglalkoztak a tánccal, mivel aki templomban táncolt, az nem mehetett ki a néphez, a nép elé, ő csak a templomban mutathatta be ezt a felajánlását, aki pedig különféle vásárokon, rendezvényeken népszerűsítette ezt a mozgásformát, és ezáltal a vallást is valójában. Ők voltak azok, akik ezekben a gurukulokban, tehát bentlakásos iskolákban tanulhattak. És ez a hagyomány ma is ugyanígy él tovább, tehát mi is a mesternőnktől tanulunk, igyekszünk Indiában minél többet kilátogatni, hogy eredeti környezetében ismerjük meg a táncot. A magyar néptánc, mivel a 18. és 19. században jött vissza, és az 1940-es, 50-es évektől volt visszahozva, ezért nem nagyon volt sem írásos emléke, sem tanítási módszere, ezért a gyerekek a faluban lévő öregektől tanulták meg a tánclépéseket, és hát ugye apáról fiúra szállt ez a tánc. Hogyha ez nem így történt volna, akkor teljesen eltűnt volna a magyar néptánc. Viszont az ősi honfoglaláskori táncokat megeleveníteni már nem nagyon lehet az írásos emlékek, és hát ilyen az írásos emlékek hiányában. És ha ez, tehát a néptánc megmaradásának a minősége attól függött, hogy mennyire tehetséges az az utód, akinek átadták ezt a tudást. De az ősi néptáncokból talán annyi megmaradt, hogy nagyon Európában a többi néptől különböző a magyar néptánc, és hogy ebből látszik, hogy megmaradtak ezek a táncmozdulatok és a táncművészet, amit az ősi népvándorlás során elhoztunk, és ez egy külön egyedi táncforma, táncstílus, amely itt Európában kiválik. Ahogy már Viki elmondta, ahhoz hasonlóan a magyar néptánc történetéhez hasonlóan, az Odisszei történetében is volt egy olyan pont, amikor igen üldözték, ez a brit gyarmatosítás idején volt. Ezután egyre kevesebben táncoltak a templomokban, a hagyomány kiveszni látszott, majd az 1950-es években többek között a mi mesterünk segítségével is, Guru Kerucsara Mohapatra segítségével, mint egy reneszánszát élte az Odisszei tánc. És tulajdonképpen erre az időszakra datálható az, hogy az Odisszei tánc a klasszikus táncok közé, India 8 klasszikus táncok közé kerülhetett. Ebből is látszik, egy klasszikus tánc nyilván már nem a néphez köthető, már nem a templomhoz köthető, színpadi táncá vált, ahogyan a magyar néptánc is. Manapság legfőképpen a színpadokon látható, egy-egy koreográfiát tanul be az adott tánccsoport vagy táncpár,
esetenként a szólótáncosok. Ebben például hasonlóságot lehetünk felfedezni. Viszont az 1970-es években a budapesti Bihari Néptánc Együttes fedezte fel azt, hogy a magyarok sokkal szívesebben és sokkal lelkesebben táncolják a táncot, ha nincsenek egy koreográfiához vagy előadáshoz kötve, ezért 1972. május 6-án megrendezték az első magyar néptáncházat, amely hát azóta itt Debrecenben is, ugye a Hajdúszékházban itt is rengeteg táncházat szerveznek, és ez mai napig él. És most engedjék meg, hogy kiemeljünk néhány hasonlóságot a magyar néptánc és az indiai klasszikus odisszi között néhány lépés formájában. Viki fogja mutatni az adott magyar lépéseket, én pedig ezt mintegy átváltoztatom az odisszi tánc nyelvére. Thank you.